Szavasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, aj, te alig látok még mindig. Most ébredtem fel, nem olyan túl régen, épp hogy idejöttem munkába. Ugyanis ma itt kezdem a videót, ma nem más fogunk festeni, mint egy ilyen kisebb boltot, vagy irodát, vagy ilyen bevásárlóba. Itt van mögöttem ez a bevásárló. Látod, és gondoltam, hogy megmutatom nektek. Pár falat kell csak lefesteni, amúgy nem nagyon sokáig leszünk itt, talán egy ilyen... Hát egy jó pár órát majd meglátjuk, hogy ugye hogy száradnak a falak, meg minden. Úgyhogy most éppen még várunk apukámra, amint ő is idejére be fogunk sétálni, és amúgy még nincsen nyitva. Legalábbis nyitva van, de még minden nincsen nyitva. Úgyhogy ki kell tölteni ilyen papírokat, kell találkozni a biztonságival, meg ilyen hasonló dolgokat, úgyhogy még egy darabig itt fogunk lenni, meg papírt tölteni. Amint minden készen van, ne kell állatunk dolgozni. Úgyhogy menjünk. Ezt fogjuk ma festeni, látod? Nem sok mindent amúgy, csak ezt a falat itten. Nem tudom, hogy látod, az összes narancsárga falat szürkére fogjuk festeni. Úgyhogy amúgy ez egy irodai ember vásárlóba, ilyen kölcsönöket intéznek vele, amin itten. Látod, ezeket a narancsárgákat fogjuk festeni, semmi mást. A világos szürkére, meg egyiket sötét szürkére. Úgyhogy ki kell egy kicsikét javítani a falakat, ahol van olyan beütés rajta, aztán nekiállunk festeni. Megcsiszoltuk a falakat, megjavítottuk a falakat, és most éppen hogy csak ettünk. Úgyhogy gondoltam, megmutatom nektek, hogy hol tartunk. Tehát, hogy itt volt ez a narancsárga fal, és most így néz ki. Amúgy ez nem fehér, nem ilyen sötétebb, szürke, bár annyira nem lehet látni szerintem a kamerát. Nem tudom, hogy mondtam el, vagy nem, de ez egy ingatlan közvetítő iroda. Azt hiszem, így mondják magyarul, de bejössz, és itt vehetsz házakat. Mutatom. Látod, itt az eleje, itt az ajtó. Most elhúztuk az ajtót, van egy ilyen izé, hogy ne lássam be senki se, hogy mit csinálunk. Ez a pult, ott az öcsém, ez a pult, itt ül mindig valaki, ugye, amikor bejössz, itt vannak házak, én eladó házak, látod? És itt körbenézheted őket, mindenféle fajta, na innen most nem a házakat nézzük. Itt amúgy elintézik neked a kölcsönt is, meg elvisznek megmutatni házakat, ugye szokás szerint. Aztán van itt több iroda, mutatom, itt van, látod, bejössz itt elől, itt van egy iroda, ami most itt le van takarva, és azt a falat is ott látod, festettünk, ott lehet látni, hogy ott az a fehéres, ez meg egy kicsit olyan szürkéses, látod? Ott én vágtam olyan szép egyenesen. Aztán jövünk tovább, itt ül ugye a recepciós, gondolom úgy hívják, ott a bejárat, látod, ott húztuk el. Aztán megyünk tovább, itt van egy másik iroda, amit látod, itt is minden le van takarva. Itt egy másik iroda, és hátul van egy még nagyobb, nem tudom, nem iroda, egy ilyen nagy helység, ahol itt vannak még pár emberek, ahol ülnek. Ezt a falat lefestettük, és van itt egy ilyen konyha rész. Ahogy látjátok, van egy hűtő, egy ilyen italos, meg mindenféle fajta dolog. Úgyhogy így néz ki! Ja, meg itt a falon van valami. Látod, ilyen sok vezetékes az internet, meg a sok minden van bedugaszolva. Úgyhogy mi most nem máshogy csinálni, mint a falakat még egyszer le kell festeni, csak még mindig száradnak, ugyanis még tiszta vizes. Aztán, amit azt megcsináltuk, összepakolunk, elmegyünk haza, délután pedig még nem tudom, mit csinálunk, valószínűleg majd megyünk falava. Ugye mindig megyünk falava. Na.
itt van velem a Davis, itt a család, megöttem, ott a Lucas is, és készülődünk, lassan készülődünk, ugyanis azt mondta Lucas, hogy el fogunk menni, na, nem más van, mit? A Pacificbe. De miért megyünk oda? Már van a ice cream is. Fagyér, megint azért a fagyér akar elmenni, hogy nagyon szereti azt a fagyit. Amúgy ettem sok helyen fagyit, de ja, te is ettél, nem olyan sok helyen, de ettünk, szerintem az a legjobb fagyis, ez az új-zélandi fagyis, én nagyon szeretem. Nem tudom, hogy miért, emlékszem, amikor ettünk szörfözben, nem tudom, hogy ti emlékeztek-e rá, elmentünk, most már jókor 3 hónap ezelőtt, és ott volt az a fagyis, mindenki ismeri ezt a fagyis, mert tele van egész Ausztrália vele, és annyira nem volt jó az a fagyi, te! Na minden, úgyhogy oda fogunk elmenni, abból fogunk megint egyet tenni, meg körbe fogunk sétálni, meg pár dolgot meg akarok nézni, ugyanis képzeld el a kamerám! Ez a kamerám rosszalkodik. Már mondtam régebben, hogy a kamera rosszalkodik, nem kapcsol be rendesen. A héten, ezen a héten, kettőször az történt, hogy filmeztem, és a videó file elveszett. Így puff, kikapcsolt az egész kamera, és nem volt meg. Ezt múltkor mondtam is nektek az egyik videóban. Úgyhogy nem tudom, hogy miért, régi a kamera, nézegettem, ma pucolgattam minden, és ugye minden másnap használom, majdnem minden nap, mert valamikor majdnem minden nap filmezek. Azt mondom, hogy nagyon túl sokat filmeztem, de most már megvan több, mint egy éve ez a kamera. Azt mondom, hogy körülbelül másfél éve, akkor vettem. És lehet, hogy neki nem most már cserélni, ez azt akarom megnézni, de nem tudom melyikre. Ugyanis ami kamera tetszik, az olyan drága, hogy nem tudom. Na minden, majd meglátjuk. Na mi történik itten? A Davis mászik, a Lucas húzogatja, a képkeret még mindig itt van, mert nem csináltuk meg. Lehet, hogy ma este nekiállok. Rendben van? Akarsz segíteni, vagy nem akarsz segíteni? Nem segítesz. Majd én csinálom. Aztán, várjál, húzogatja a Davis. Elvágtam, látod? Az előbb borotválkoztam, és elvágtam magam. Azért kezdtem körülbelül most már 2 órával ezelőtt, megzuzanyoztam magamat, megebédeltem, megcsináltam mindent, amit kellett, és nézegettem ezeket a régi felvételeket, ugyanis ilyen családi felvételeket, ugye? Na, mire léptem rá? Mindig van, mire lépek. Múltkor mondtam nektek, hogy lehet, hogy lesz ilyen reakció videó, vagy mutatok ilyen régebbi videókat, ugye, mint a régi idők videója, amikor volt ez a sorozat itt ezen a csatornán, de ilyen más formában lehet, hogy reagálunk a régi videókra, és nézegettem ezeket a videókat. Van köztes sok érdekes, ami nekem még a legjobb ilyen családi nyaralás volt számomra, tudod melyik volt? Amerikában. Még elmentünk Los Angelesbe, elmentünk nem a Disneylandbe. Nem az, volt az Atiban, nem az, amikor az öcsémmel mentem, hanem amikor az egész családdal mentünk, nem. A Lucas-tel, a Davis-t, akkor még nem. És ez akkor volt még, akkor nem csináltam még magyar videókat, ugye? Nem. Angolul vlogoltam, nem tudtam, hogy... Te így tudtad a magyar videók, mikor végeztél Amerikába. Ja, utána valamikor, mikor hazajöttünk Amerikából, utána kezdtem el magyar videókat készíteni, és mikor elmentünk Amerikába, ilyen vlogszerűen csináltam videókat zenére, körülbelül majdnem ugyanúgy kezded el, mint most. Tehát ment a zene, beszéltem közben, megment a zene, és így megszerkesztettem. Ugyanis régebben itt szoktam csinálni a családi videókat, már nagyon-nagyon régóta, körülbelül amikor elkezdtem videózni, ugye rendesen 2006 óta, ilyen zenés családi videókat szoktam készíteni, tehát beszélek benne a zene, majdnem ugyanaz, amit most csinálok magyarul ide a vlogos csatornán. Úgyhogy lehet, hogy bár mutatok belőle egy pár részt. Mutatunk belőle egy pár részt? Ja! Az elejét, várjál! Ja, mikor mentünk Hova mentünk? A Disneybe. A Disneybe. Van minden! A világ egyik legjobb helye Disneyland, ha tudsz, és még nem voltál, hogyha voltál is, ha voltál, akkor tudod, hogy milyen. Jó volt a Universal, de a Disneyland sokkal jobb volt. Én mindig azt hittem, hogy a Disneyland az gyerekeknek való, nem fog annyira tetszeni. Te, hogyha tudsz, egyszer az életben mennyire nézed meg, szerintem nagyon jó. Na várjál, mutatok egy pár részt belőle. Na csak gyorsan itt a kamerával filmezem, jó? Adunk rá egy kis hangot, oda néz. Ott alszok, így kezdődik a videó. Ez még a régi házban voltam, úgy látod? Jó. És amúgy ezzel az a baj, hogy angolul beszélek. Ja, ott a feleségem, már kivesztük a nyilat a fejéből. Itt elkezdek felnézek, hogy... Itt készülődünk reggel. Ez mikor te bántod a fülemet? Ja, bántom a fülemet. És itt elkezdünk készülődni. Na várjál, kicsikét belepörgettünk. Feleségem megint ilyen bel akar ébreszteni. Itt várjál. Nézzél rá. Very early, because you're going on air. Milyen álmos a képen, te? Csak kell nézni én. Ezt még azzal a Canon kamerával készítettem, amit mondtam, hogy 100 000-nél ki fogunk sorsolni. Ja, Lucas is mindjárt. Apá, na várjál, nekem tudod, mi tetszik? A zeleje, a zene. Várjál, hol van? Ez az új vakáció. Ja, a vakáció. Ki emlékszik a családi vakációra? Ez az a zene.
And I told I'm going to record everything. Figyelj! Da-da-da-da. So let's go. Nézd én! The Green Hot Ball! Ja. Mi? Emlékszel azt? Emlékszek rá. Oda nézd, látod, milyen pici gyerek voltál? Oda nézzél, de milyen fejet vágsz? A csok is. Ja, megyünk ébreszteni, feleség ébreszteni. Mind nap ébreszteni. Te, oda nézd, hogy áll a fizurád? A régi ház, szüleim vissza minket a reptérre. Aj, te. Na mindegy, tehát gondoltuk, hogy valami ilyesmi videókra fogunk akkor reagálni meg. A Disney-e? De ne, hát mindent nem tudunk megmutatni. Na gyere, te is nézed, ugye, hogy nem voltál. Ja, amint egy kicsit nagyobb lesz a Davis is, vele együtt is el fogunk menni a Disneylandbe, minden ugyanúgy, ahogy elmentünk a Lucas-szel. Mi csinált? Megnyomta gombot. Ugyanúgy, hogy elmentünk a Lucas-szel annak idején, el fogunk menni a Davis-szel is. Úgyhogy már nem tudom valami ilyesmi fajta videókat. Várjál, mutatok még egyet, várjál. A Lucas meg akarja mutatni ezt a videót. Ez mikor készült? 2000 valamikor. Én mikor négy voltam, olyan mellvetás, én nem akarom nézni. Oda nézzél, milyen pici volt a Lucas. Azt mondta Lucas, hogy mégsem mutassuk végig, mert ugyanis egy kicsit olyan... Milyen? Buta olyan, nem buta, pici voltál akkor még. Ja, majd Lindsay is csinál ilyen videókat. Lucas akkor nagyon szeretett fülezni. Amúgy van a még ilyen Lucas videó. Mit? A Sydney-be? Ejjjjjjá! Mikor mentünk a Sydney-be, azt akarod mutatni? Azt, ahol ez a Sydney is. Voltunk Sydney-be is egyszer, 2014-ben volt. Januárban. Nem is hallottam. Nézd, legyünk Sydney-be, már egy kicsit megpörgetjük. Oda néz, ott a Lucas megint. Én csak öt voltam már. Itt a Lucas filmezik, tehát nem tudsz filmezni. Nem. Nézd, ott a One Direction. A Lucas annak idején nagyon szerette őket, mikor pici volt. Én nem akarom hallani jól. Ez amúgy a Wax Múzeumban, ott az X-Men, látod? Jaj, te. Oda néz, ilyen szép ingem volt. Ez Sydney-ben van, lent a Harbour Bridge-nél, ott az operaház, a Harbour Bridge a háttérben, látod? Ott sétálgatunk egyet körbe, minden felé. Aj, te, itt megyünk a semmi közepébe. Semmi közepébe. Itt mit csinálsz? Mit csináltál? Én aludtam. Aludtál? Jaj, fogom, megálltunk. Ja, na, úgyhogy van a ilyen kló? Sok videó. Mit a kló? Nem, hogy az a legalsó, amit ja. Te nem is mutattad a kló nekem. Nem. De muta, hogy nem mutattam volna, az a Rimworld-be volt. Tudom, de na minden, úgyhogy mi most pakolunk tovább, és valami ilyesmi fajta videókra lehet, hogy majd mutatunk nektek, vagy reagálj, vagy nem is tudom, hogy kell reagálni. Mutattuk, meg nézzük, meg beszélünk, meg nem tudom. Na minden, majd látjuk, az a lényeg, hogy most nézzük, nem nézzük, hanem pakolunk, a Davis az még mindig nézi, meg nyúkapiszka. Összepakolunk, és megyünk fagyizni, meg... Na, ne húzz a kamerát, körbenézni. Broad Beach mögöttünk, ott vannak a házak. Úgyhogy húzom a szemeget, hozom a babakocsit, besétálunk és körbenézünk. Lucas, szerinted ez mi a fene? Egy nagy úszógumi? Mennyi? 30 dollár. Te, lenne egy nagy úszórendszerünk, akkor be tudnánk rakni. Ja, oda nézzél, látod ilyen autó? Te, Holden Commodore, látod a sport verzió, versenyautó. Lucas, nézd, látod Commodore? Hogy lesz a verseny 2-3 hét múlva. Lod Lucas, oda nézni, mi megy a tévébe.
Ja, te, nézd, mindegyik tévében az meg, figyeled. Tudjuk nézni a vissza a jövőbe. Ja, most itt megállunk és megnézzük ez az első része. Oké. Ja, gyere, menjünk hátrában, mert jobban lehet látni. Ja, de nézd, hát, nézheted ilyen nagy képernyőbe, meg nézheted ilyen kis képernyőbe, vagy kisebbe. Már majdnem ugyanaz. Menj ez a tévé, nézd ezt a nagy GVC-t. Nézd, le van árazva ez a nagy, $899, látod? Ez egy 65 incses. Ja, jó nagy a doboza. Aj, te. Na, oda nézzel, itt vagyunk a masináknál. Aj, kell egy új hangnyíró. Állj egy kicsit két arrébb, légy szíves. De ez milyen hangnyíró, te? Múltkor láttam egy Philips-et, és nem tudom, hogy hol van. Nem itt láttam, másik boltban láttam, de... Oda nézzél, ez az a Philips, azt hiszem, látod? Ilyet kellene majd vennünk. Ez jó 60 perc, illetve a hajat vágni, van 11 hosszúság benne, és $47 kerül. Philips jó szokott lenni, legalábbis régebben. Van egy ilyen is, ez $69. Ja nem, ez nem is hajvágva, ez ilyen szőrvágva. Na mindegy. Ja nézd, itt van 100-asér is. Lukasz. Lukasz, mit gondolsz? Nem tudom, mint szert, már... Tudod, ez milyen kamera? Olyan, mint az enyém. Jaj, most akarom... Gondolom, hogy az a tiédó. Ne, ez nem az enyém, ez a másfajta. Ez is a hasonló, hogy nem az a fajta. Ja. Szép van, ilyen régi stílusúak, látod? Ezzel nem hiszem, nagyon lehetne filmezni. Bár így lehetne, de... De most látom, ez a RX-100. Ez a RX-100. Az a 3-as, ami van nekünk, aztán van a 4-es. Hol van? Amitől mit nézsz? Ezt néztem, ami. Én szeretem ezt! De oda nézz, ez is kifordul. Szeretem ezt a kamera. És ez milyen? Nagy a lencsél. Az jó, de én nagyon szeretem ezt. Ez is, az jó. Nem tudom, ezt nézzük meg. $600. Hallod, Lukasz, hogy lehet, ilyen nagyja kéne, nem? Nézd, itt a FND, a Canon, aztán van a 80-as, aztán vannak a jobbikak valahol, máshol. Onnan nézd, mekkora lencse van rajta, látod? De gyere át, mert nézzük a másik oldalt. Ez nem pici rádió, ez nagy rádió. Tudom. Ilyen régi stílusú, látod? Ja, nem tekergetni. Jaj, te. Ébresztő óra. Ilyen ébresztórát kerestem régebben, látod? Na minden. Ja, most a feleségem még használom. Az a rádió, mi lenne? Hát ez egy pici rádió. Hát ez egy pici rádió. Mikor én mondtam pici ennek, az nem pici, de az pici. Az pici. Majd. Nézd, van rádió. És az még pici ennek. Ja, emlézz, van zene, aztán lehet közben hallgatni a zenét. Lukasz, ezt a kormányt nézd meg. Ezt itt. Onnan nézze, $449. PS3-ra, PS4-re. PS5-ra. Azt lehet vele autózni. Ja. Várj, ott a túloldalt is van. Mi? Csináltak egy új edésre, mint az X-Men. 1-2-3, mindent csináltak egy új edésre. Mindegy, már neked már megvan. Ja, tudom. Nézd, ez egy Xbox-ra való, látod? Ez Ferrari, oda nézd. Ez csak Xbox 1-nek, ez nem Xbox 360-nek, de a másik PS3 és PS4-nek. Na, jól van. Végeztünk! Jaj, beesett a szememben a nap, te! Alig látok. Várj, nekem úgy ezt a időt. Megnéztük a kamerákat, Lajos, megnéztem a kamerákat, és találtam kamerát, azért van ugye kamera, de
Néztem ugye egy videokamerát is, de nem tudom, a videokamera az tetszik, mert ugye videózásra való, azért hívják ugye videokamerának, és jobb, mint mondjuk ez a kamera, vagy akármilyen kamera, mert szerintem jobb. Ebben a kamerában volt lassított felvétele, egy gomnyomásra, volt ilyen timelapse, egy gomnyomásra, ugye ilyen gyorsított felvétele, tehát minden benne volt, jó neki a stabilizáció is, csak a kamera az nem ez a kisebb méretű kamera, hanem ez a nagyobb, nem az a túl nagy persze, így belefér az egész tenyeredbe, és így menni az egész tenyeredbe, benne a kamera, közben indítom az autót, nem tudom, mert azért elmegy, utána hova teszem, a zsebembe nem fér bele, ugyanis ahhoz túl nagy, úgyhogy nem tudom, már tetszett az a videókamera, de nem tudom, lehet, hogy kell mondani a kicsi kameránál, ugyanis a kamera majdnem minden nap van, minden másnap benne a zsebembe, és a rendes kamera meg nem fér bele. Na mindent, majd meglátjuk, úgyhogy most megyünk. Hazafele. Vezetünk még mindig, és még unatkozunk le, vagyis nem unatkozunk, de Lukasz unatkozik. Elkérte a telefonomat, és van a telefonom egy ilyen applikáció, hogy választasz, hogy mit választanál. Például van egy kérdés, és nem. Mondom, van kettő kérdés, és van kettő, nem. Van egy kérdés, és na mire? Mondom, ez hogy működik. Lukasz, hogy működik? Nálad van a telefon? Van kettő, én már játszottam egy szimulár játékán. Egy hasonló játék. Jó, én csatornál mondtam. Na minden, mondom a kérdést. Jó. Mi volt a kérdés? Be able to fly? Mit választanál? Hogy ha repülni tudnál, vagy? A X-ray vision. Vagy hogyha... Tudni a szemedbe. Ne, hogyha ilyen X-ray látásod, ugye, hogy ilyen átlátsz mindenen, tehát... Mit választanál? Hogy tudsz repülni, vagy úgy, hogy átlátsz mindenen? Ugye, ilyen röntgen szemeid lennének, jó? Mit választanál? Lukasz, te mit választanál? Röntgen szemed, hogy... Hát a full X-ray vision nagyon jó lesz látni lány. Ja, de ha tudsz... Ja, a lányokat jól meg lehetem rá nézni, de... Én csinálom a kettőt. De várjál, de ha repülni tudnál, akkor meg te lennél mondjuk Superman, és minden lányokat lenne, érted? Én azt választom, hogy repülni tudnák. Na, nyomjál rá! Mi kap még? Nézzük, mi kap még! Utána megmondja, hogy ki mit választott, lágad sok ember. 26! 26% mondott mit? Hogy akartok kapni X-ray vision? Hogy röntgen szemei legyenek, és többen választották azt, hogy repülni tudjanak. Én is azt választottam. Na, még egy kérdés, még egy kérdést. Would you choose to have sharks fly, or have dinosaurs come back to life? Mit választanál? Hogy a cápák tudjanak repülni, vagy hogy visszajönnek a dinoszauruszok? Hát, ha visszajöttek a dinoszauruszok, az nem olyan jó lesz. Hát az nem. Csak mennünk, úgyhogy inkább a cápákkal repüljenek. Én is kérem. Na, mit mondtak az emberek? 46 kérte, hogy cápák visszajönnek. 46%? Mi akar meghalni? Ja, de hogyha visszajön a dinoszaurusz, az se jó. 46%-a úgy döntött, hogy inkább cápák tudjanak repülni. Meg fogunk most vacsorázni, aztán fürdeni. Ugye a szokásos dolgok, a Davis az itten játszik a szobában, ugyanis az előbb vacsorázott, levet egy ilyen kis sonkát, ugye a szokásosat. Aztán, amit akartam mondani, ugye beszéltem erről a kameráról, hogy mi lenne, hogy ilyen videokamerát használnak ugye vlogozáshoz, és nem tudom, hogy nagy lenne a kezemben, vagy nem. Mutatom, úgyis megtaláltam a fényképet, mutatom a kamerát. Ez az a videokamera, látod? Ez az 53-as, AX53-as, azt hiszem, ja, AX53-as, ez Sony kamera, csinál 4K-s videót, és amíg 4K-ban a videó, nem tudom mire feltöltődik, meg sokan nem tudják megnézni az internet sebesség miatt ugye. Nagyon jó internet kell ugye hozzá, úgyhogy nem tudom, de végülis nem a 4K-s miatt nézgettem ezt a kamerát, hanem azért, mert van ilyen timelapse ugye benne, meg lassított felvétel, hogy tudnák ilyen bevásárlásokat csinálni ugye lassított felvétellel, meg ugye több jó dolog van benne, tehát hogy tetszik ez a kamera, csak az egy gondom van vele, hogy nagyobb bacska, és kezemben még elfér, meg ahogy meg az utcán, még az is azt mondja, elmegy, de a zsebembe, hova tegyem? Legalábbis akkor mindig a kezembe kell hordani, tehát ez az egy dolog, ami annyira nem tetszik benne. Aztán nézegettem ezeket a hasonló kamerákat, mint ez is, ez belefér a zsebembe is, és aránylag jó minőséget is csinál, de nem tudom. Na mire? Csak gondoltam, megmutatom nektek, hogy mit szóltok ti hozzá, hogyha nem tudom, vagy ha fogok volna ötlet, hogy hova tudnám rakni. Max a nyakamba, egy ilyen akasztóba, és akkor egy nyakamba így... Na mire? Na mire, Nyuszi? Mi a helyzet, gyere te? Mi most elmegyünk fürdeni, ezt a videót itt most mi befejezzük, mármint a Davis megy fürdeni, és... ja.
ugye ezt a videót most mi befejezzük, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!